Kedves nagymarosiak, nagyon fontos dologról szeretném önöket tájékoztatni. Az elmúlt évtizedekben is nyilván tapasztalható volt, mert fontos a polgárőrségnek a feladatköre az, hogy egyetlen léteznek egy településen. Itt a mellettünk lévő települések is ezt fontosnak tartják, ugyanúgy, mint mi is. Az elmúlt időszakban, hála Istennek, egy tisztújításnak köszönhetően újra felhívódott a figyelem arra, hogy a polgárőrségi, mint egyesülethez tartozni ez mennyire fontos és mennyire jó dolog. Az elmúlt hónapokban tisztújítás mellett további tagok jelentkeztek a polgárőrséghez, és nagyon tetsző az, hogy fiatalokat is be tudtunk vonni. Rusoly László kollégám, aki amúgy az egyesületnek az elnöke lett, neki nagy segítséget ad Horváth Miklós, aki ugye a helyi szinten rendőrként dolgozik, és egyrészt egy szakmai, másrészt egy szervezés oldalról a polgárőrséget próbáljuk újra szervezni. Egy első nagyon fontos feladatuk volt az elmúlt hétben a V4 Fesztiválnak a biztosítása abból a szempontból, hogy a parkolást hogy lehet megoldani. Nagyon jól vizsgáztak, nagyon jól sikerült a felkészülésük. Nagyon agilis a vezetőség. Azt szeretnék mindenkit buzdítani, hogy aki szeretne polgárőrséghez tartozni, aki szeretne a településen segíteni arra, hogy a hétvégi turizmussal ide érkező vendégeket, vagy akármely rendezvényünkön, hogyha be tudnak segíteni, továbbá is várjuk. Várja az egyesület a jelentkezőket. Egyértelműen szeretnének az egyesület autót vásárolni. Mint azt el is mondtam, egy kommunikációban korábban nyertek erre pályázatot. Az elmúlt hetekben nagyon sok segítséget kaptunk a Pest megyei Polgárőrszövetség elnökétől, dr. Bilisics Pétertől, és a jövőben is fogja támogatni, amennyiben tudja a Nagymarosi Egyesületet. Szeretnénk egy olyan képet mutatni a városban a polgárőrségen keresztül, hogy az itt lakók önök, illetve azok, akik ide érkeznek hozzánk, érezzék azt, hogy figyelve van a terület, segítséget tudnak nyújtani, illetve a rend tételében és a rendnek a megtartásában a rendőröknek, vagy akár a köztelet felügyelőnek tudjanak segíteni. Én azt gondolom, a polgárőrség feladata és feladatköre, a felelőssége nagy. Jó polgárőrnek lenni, jó oda tartozni, ez a cél, hogy ezt bemutassuk, és ezt újraépítsük. Én arra szeretnék buzdítani mindenkit, hogyha érdeklődik e felé, akkor jelentkezzen, és kérem azt, hogyha látják a polgárőröket ügyködni, dolgozni, vagy éppen irányítani valamit a településen, akkor azt támogassák, mutassanak feléjük egy elfogadást, azt örüljenek neki, hogy léteznek és hogy vannak. Nagymaros közös ügyünk, a közbiztonság, a turizmusnak, a rendezvényeknek a biztosítása szintén. Én örülök ennek, hogy ez így alakult, és mindenkinek jó egészséget a nyárra, és jó kikapcsolódást, és a polgároknak meg köszönöm a szolgálatot.